A műsort a Mitsubishi Motors támogatta. A műsort a Balatoni Hajózási ZRT támogatta. A Skipper magazint a Hanze Magyarország támogatta. Badacsony ideális helyszín, illetve hát most már a hagyományokat követjük ezzel, és gyakorlatilag az elmúlt évek gyakorlata alapján évről évre itt kezdjük a Balatagatta futamait. Az idei évben 5 futamot terveztünk, tehát az eddigiekkel ellentétben nem lesznek pályaversenyek, csak a túraversenyeket tartjuk ugye mindig szombati napon. Ez a Balatagatta 2004-ben indult először, az első versenyen már részt vettük. Igaz, hogy akkor 3 hajó indult összesen a mi osztályunkban, de így legalább elsők lentünk. Hát azóta folyamatosan járjuk ezeket a versenyeket. Egy-két kivétellel talán, amit nem tudtunk teljesíteni időben, mert más elfoglaltságok voltak. Év első igazi versenye, most már örülünk, hogy végre vízen lehetünk. Az elején elrontottuk, nagyon beragadtunk a rajtnál, és a szigligeti bója fordulónk sem sikerült olyan jól, de utána azt hiszem, hogy elég jól följöttünk. Még elcsíptük az utolsó szelet, hát még látszik ugyan szegények, akik leparkoltak Szigligetnél, mi el tudtunk jönni. A 3 perces szabály alapján a bőszeres vitorlákat nem lehetett használni, volt egy pár hajó, amelyik használta, valószínű, hogy lesznek óvások. 2 Nautic 370-essel rajtoltunk együtt, a szabály az előzetes versenykiírás ellenére felhúztak gyenge szeles vitorlákat, amit nem lett volna szabad használni. Itt másodpercek döntenek sokszor, mert megkapsz egy jobb szelet, vagy egy rosszabb szelet, és akkor utána elmegy az ellenfeled, ez nagyon nagy előny. 2 Nautic 370-esről, Kacor Király és a Naval nevű hajók. Hát ha a zsűri jogszerűen jár el, akkor csak egy vége lehet, kizárja a 2 hajót. Ez egyébként az úri emberek sportja, nagyon fontos, hogy mindenki tisztességesen és fair play szellemében játszon. Szerintem kiosztuk a napból, amit lehetett. Jó szél volt, tehát erre számítottam. Meteorológiai előjelzések tökéletesen bejöttek. Tulajdonképpen még az ominózus Szigliget előtti folt is reggeltől látható volt a térképen, tehát aki egy kicsit gondolkodott, az ki tudta volna kerülni. Hát a mezőnynek 20%-a élt ezzel a lehetőséggel, többiek ott sajnos benragadtak, így egy kicsit rezgett a léc. Nekem az volt a feladatom, hogy apának segítettem a versenyrendezésen. Tegnap lejöttünk apával az iskolából, és rögtön beugrottunk a sorsra a motorcsónakért, utána visszajöttünk ide, és leeresztettük a motorcsónakot. Utána jött a neheze, fölfújni a bójákat. Aludtunk egyet, utána reggel elkezdtünk, felszereltük a versenyrendezőhajót, és utána már végén kiosztottam a rádiókat, mert én azért is felelős voltam. Utána kimentünk, kiraktuk a bójákat, kész volt a pálya, 10-kor meg volt a raj, és fölmentünk oda, és ott a bójánál megálltunk, és akkor megvártuk őket így, és utána sikerült befutniunk a hajóknak, és mindennek vége lett. A műsort a Balatoni Hajózási ZRT támogatta. A Skipper magazint a Hanze Magyarország támogatta. A műsort a Mitsubishi Motors támogatta.